Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, a mikrofonnál Szakács Dániel, ez pedig itt az Ultrahang Plus Podcast. A mai vendégünk pedig Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióba. Köszöntelek. A jelenlegi európai autógyártó problémáinak az eredőit sokan arra vezetik vissza, hogy az Európai Unió kibocsátási kvótákat határozott be nekik az elmúlt években. Mások pedig azt mondják, hogy elaludtak a fejlesztéssel. Mi az igazság? Az elaludtak a fejlesztéssel, ez egy, meg hogy lekésték a trendeket, ez egy nagyon elterjedt keretezése annak a dolognak, amit úgy lehetne bemutatni, hogy itt nem egyenlő eszközökkel és nem egyenlő stratégiák menten kellett megküzdeni egy olyan technológiai és gazdasági és érdekérvényesítő képességi változással a világban, ahol gyakorlatilag az európai gyártóknak a piaci körülmények között, a piaci körülményeket figyelembe véve, a tőzsdei érdekeket figyelembe véve, a tulajdonosi érdekeket figyelembe véve egy klasszikus profitorientált céget kellett volna vezetniük, meg kellene most is, szemben egy olyan hódítási kísérlettel, ami egy eddig nem ismert és új pályára viszi a teljes autógyártás mezőjét, és nagyon masszívan, hosszú, tehát évtizedekre előre meghatározott pályán, és hatalmas anyagi keretek és erőforrások mellett a kínai állam érdekeit képviselve alapvetően egy a kapitalizmus nem minden szabályát betartva egy kiszorítósdi játék van, vagy egy kiszorítósdi keretein belül az elektromobilitás irányába viszi el az autóipart. Ezt tudom, hogy egy kicsit bonyolultan és körbenfontan, és nem tudom, nehézkesen magyaráztam el, igyekszem ennél rövidebben és egyértelműbben fogalmazni, de tényleg ez a helyzet, hogy elaludni akkor lehet valamit, ha organikusan fejlődik egy irányba valami, amiben aztán nem fektet egy-egy cég, mert úgy érzi, hogy ki lehet abból hozni valamit, anélkül is, hogy továbbra is belefektetnénk valamit, vagy innoválnánk. Ez szerintem számos esetben megfigyelhető normális ciklikussága annak a rendszernek, amiben élünk. Nyilván egy idő után elkényelmesednek a cégek, egy idő után azt gondolják, hogy főleg, hogyha magas bekerülési korlát van egy bizonyos gazdasági ágazatban, akkor úgy vannak vele, hogy nem feltétlenül kell megerőltetniük magukat a szükségesnél jobban. Egyébként is jön a pénz. Az elektromobilitás kapcsán az a helyzet, hogy ezt nagyon sokan egy nis ügyként fogták föl, és ez tulajdonképpen a dízel botrányig bezárólag ez alapvetően az is volt, meg az is maradt volna. A dízel botrány utáni erős politikai kilengése a szabályozásnak, az pedig egy új helyzetet teremtett, amire nem voltak felkészülve az autógyártók, már csak azért sem, mert az elektromobilitásra rá bízni a teljes üzleti modelledet rendkívül módon kockázatos, hiszen ennek a technológiának a jelenlegi érettségi fokán akkor van bármifajta létjogosultsága, hogyha a mögött nagyon erős állami dotációk vannak, és ez a következő időszakban, tehát a közeli jövőben nem fog változni. A nagyon erős állami dotációk hirtelen megszűnése viszont borítja a teljes képletedet, tehát ha én felelős és konzervatív gondolkodású befektető vagyok, aki nem egy csodát akar elvárni, ami egyszerű és megismételhetetlen, majd beszélünk arról, hogy ki ez a tőzsdén jelenleg az autóiparban. Tehát, hogyha nem egy ilyen csodavárás van, hanem egy normális megtérülést szeretnék látni a befektetéseimnél, akkor nem hazárdírozok egy olyan technológiával, ami vagy bejön, vagy nem. Ez az én olvasatom ebben. És itt akkor egy kicsit egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, mindenkinek legyen némileg igaza, valamiben aludtak a klasszikus gyártók, valamiben meg egyszerűen felesleges volt az akkori tudás szerint pénzt fektetni abban a mértékben, ahogyan kellett volna adott esetben. Sokan a dízel botrányt, arról úgy gondolkoznak, hogy ezt az amerikaiak csinálták a Volkswagen ellen, hogy a Teslának megágyazzanak. Van-e ebbe realitás?
az európai ipar, vagy az európai autóipar gerince, akkor inkább kiterjesszük erre, az európai autóipar gerince a Volkswagen csoport. Ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni, lehet ezzel egyetérteni, lehet ennek a cégnek a különböző... Olyan, mint Japánban a Toyota, hogy... Így van, így van. Tehát ez az európai autóipar egyszerűen, hogyha az arányokat nézzük meg, a gyártást nézzük meg, az értékteremtés részét nézzük meg, a beszállítók bezárólag nézzük ezt az egész ügyet, akkor az alapvetően a Volkswagen csoport az ütemadó nagy tömeggyártó. Mostanáig biztosan így lehet ezt mondani. De nagyon-nagyon sokáig folyamatos versenyben állt a Toyotával is, a világ legnagyobb autógyártója cím megkódításáért. Ebből a versenyből ők ugye gyakorlatilag a 15-ös események után kiszálltak. Hogy a Volkswagen kapcsán miért nem tudta megvédeni a német érdekeket, akár egy ezzel foglalkozó szolgálat, akár a média, akár más, az egy nagyon jó kérdés, mert ezt az egész történetet azért lehetett volna merőben másként is keretezni. Mert ugye mások is csaltak, tehát a Volkswagen-t emelték ki, közben még mai napig ugye most a Toyotánál is felmerül lesz, hogy ők is. Így van, így van. Tehát az, hogy az akkori előírásokat nehéz gazdasági szempontból betartatni az autógyártókkal. Gazdasági szempontból azt értem, hogy itt 10 évvel ezelőtti helyzetről beszélünk, amikor még azok a technológiák azon az áron nem voltak olyan könnyen elérhetőek, mint amennyire azóta egyébként elérhetőek lettek. Tehát nem akarok egy kis, hogy mondjam, egy másik frontot nyitni, de az abban igaza van azoknak, akik a szabályozás szigorúságát és a politika intervenciós képességét hiányolták ebben, hogy egyébként persze az autógyártókat nem kell félteni, nyomás alá kell őket helyezni annak érdekében, hogy a lehető legtisztább technológiákat alkalmazzák, hiszen ha nincs nyomás, akkor nem foglalkoznak ezzel önként. Ez teljesen egyértelmű. De az tény, hogy azt mindenki józan paraszti ésszel is beláthatta, hogy olyan nincsen, hogy van egy darab nagy gyártó, aki egyedüli buliként végigviszi ezt a rendszer szintű csalást, és mindenki más pedig ártatlan ugyanebben a dologban, miközben többé-kevésbé hasonlatos technológiákat alkalmaz mindenki, és többé-kevésbé ugyanazt a néhány beszállítót használja azokra a kulcsfontosságú dolgokra, amik egyébként adott esetben erre hatással vannak, mármint erre a például a tesztciklus felismerő szoftverre, vagy mindenre, ami azzal kapcsolatos, hogy a végső soron milyen kipufogógáz kibocsátási értékei vannak a porlasztással, vagy a... Tehát lehet itt menni az összes technológiai részletbe, de hogy nem arról volt szó, hogy a Volkswagen alkalmaz egy technológiát, mindenki más meg valami másik technológiát, többé-kevésbé mindenki ugyanannyit fogyaszt, ugyanazzal a súlylóerő teljesítmény. Meg a legtöbb ugyanúgy mondjuk a Bosch a beszállító. Pontosan, nagyon összefügg. Pontosan. Tehát, hogy itt azért egy tőről fakadnak ezek a dolgok. Én nem mondom, hogy mindenki egyformán sáros volt, vagy nem, azt meg végképp nem mondom, hogy rendszer szinten hasonló méreteket öltött más autógyártóknál az átverés, de azt gondolni, hogy itt mindenki ártatlan volt a Volkswagenen kívül, meg hogy itt csak a Volkswagen volt az, aki a középpontja volt ennek a dolognak, az naivitás szerintem. A másik oldalon meg nyilván nem akarok cinikusnak sem tűnni, és azt mondani, hogy nem, nincs itt semmi látnivaló, és ezt az egészet a szőnyeg alá kellett volna söpörni. De azt igenis képviselem, hogy az okozott kár környezetvédelmi szempontból, és az okozott kár gazdasági értelemben, főleg Európa gazdaságára nézve, az nem egészen áll arányban egymással, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát ennél nagyobb óvatossággal kellett volna nyúlni a kulcsfontosságú iparágához Európának, és lehetett volna ezt az egészet egy picit másképp is kommunikálni. Az, hogy ennyire
Kellemetlenül alakult ez a Volkswagen számára, egyébként abban benne van a saját pökhendiségük is sok szempontból, ez igazság. Ugye miközben 97-ben elindult a Toyotánál a hibrid irányba a vonal, a Volkswagen azt mondta, hogy én erre nem fejlesztek, hanem EcoClean dízel, a dízel is van annyira tiszta és keveset fogyaszt. Ők ugye ez volt az érvük a hibridre, a hibrid ellen. Itt érteni kell, hogy különböző felhasználási profilok vannak. A német autópályára a hibrid közel sem olyan jó megoldás, mint amennyire jó egy erős dízel. De az élet sem kizárólag a 200-zal történő autópályás belsősávos közlekedésből áll, és nem is csak a városi tötymörgésből, és nem is csak az elővárosi ingázásból. Újra és újra, ugye legutóbb nyilván most éppen a villany kapcsán beleesünk, vagy bele akarnak minket vinni abba a csapdába, hogy egy sapkát akarunk mindenre húzni. Nem véletlen vannak előnyök és hátrányok különböző technológiáknál. A hibrid, hogyha a vezetési élményt nézzük, főleg a 15 vagy 10 évvel ezelőtti 15, gyakorlatilag ugye most már 26 évről beszélünk, tehát azért hibrid is egy viszonylag régi technológia, de akár a 10-15 évvel ezelőtti technológiákat nézzük, akkor azért vezetési élmény szempontjából nem volt összemérhető egy jó dízellel. Nem is nagyon szerették az autópályát a kettes Priusok, tehát nem arra voltak. Nem erre voltak kitalálva, így van. Ahogy egy modern autó alapvetően szenved a városi környezetben, amit egy hibrid csodálatosan megold alacsony fogyasztással és üzembiztos és alacsony karbantartási költségekkel. Tehát mindig mindennek van pro és kontra érve. A tény is való, hogy ők nem ebbe az irányba ágaztak le, de ennek egyébként adózási okai is vannak. Ugye Európában a dízel üzemanyagot általában szubvencionálták, Nyugat-Európában meg pláne az adózási szempontból, tehát kézenfekvő volt, hogy az európai autógyártók inkább ebbe az irányba fejlesztenek. Ott már lehetett volna valamit kapizsgálni stratégiai szempontból Európában is, hogy azért valamiért úgy alakult, hogy a világ többi részén a személyautóban a dízel az sokkal kevésbé, vagy semennyire nem hangsúlyos. Észak-amerikai piacokat nézzük, vagy az ázsiai piacokat nézzük, akkor a dízel nem játszik a könnyű, vagy éppen a nehéz tehergépjárműveken kívül különösebb szerepet. Pici százalékokról beszélünk, miközben nálunk ugye ez volt a széndioxid kibocsátás elleni küzdelem elsődleges technológiája, olyannyira aberrált módon tényleg, hogy kis autókat is ugye dízel irányba szorítottak éveken át, miközben ott nem különösebben sok értelme van ennek a technológiának. Tehát itt volt egy szabályozási problematika, és érdemes megérteni, hogy ezt a szabályozási problematikát, ezt jelenleg újra elkövetjük, csak most egy másik irányba, másik előjellel, máshogyan, és ugyanúgy probléma lesz a vége, mert nem lehet egy technológiát mindenkire vonatkoztatni, nem fog működni. 2015-ben ugye kirobbant a dízelbotrány, akkor a Tesla még egy ilyen exotikum volt, senki sem vette őket túl komolyan, viszont Kína meg rátett az elektromos hajtásra. Ez hogyan nézett ki náluk, hogy elkezdték az aksit is fejleszteni, a beszállítási láncot is, és mindezt az állam kezdte el dotálni, hogy mi belső égésében nem tudunk versenyezni a világgal, viszont az új technológiában mi lehetünk a vezetők? Pontosan ez történt, igen. Igen. És itt kellett volna sokkal hamarabb reagálni a nyugati gyártóknak, akik azt gondolom, hogy ott követték el a nagy hibát, és ez tanár e-mail valamennyire a legelső kérdésedre, hogy elaludtak-e vagy nem, hogy egy iszonyatos kitettségük volt, és van a mai napig is a kínai piacnak gazdasági értelemben. Tehát az elért eredményeknek a döntő része, a pénzügyi eredményeknek a döntő része a nyugati gyártók szempontjából, amennyiben képviseltetne vannak Kínában, szinte minden esetben Kína irányából jön. Tehát keresnek valamennyi pénzt az észak-amerikai piacon, keresnek valamennyi pénzt az európai piacon, és keresnek általában kétszer annyit a kínai piacon. És főleg ugye a Volkswagen a legerősebb a nyugati. Végképp így van, így van, így van. Volkswagen csoport ugye gyakorlatilag az első volt, aki ezt a piacot. Ez 90-es évek, vagy korábban? 70-es évek vége. 80-as évek közepe. Tehát ők nagyon-nagyon, a tárgyalások a 70-es években kezdődtek gyakorlatilag. Ők nagyon
korán megértették, hogy itt egy hatalmas piac és egy hatalmas fejlődési lehetőség van, és évtizedeken keresztül vezették ezt az autópiacot, míg nem sokkal ezelőtt a BYD megelőzte a Volkswagent a kínai piacon. Nyilván ez várható volt, hogy a kínaiak előbb-utóbb bejelentkeznek a saját autópiacukért, ez értelemszerű. De hogy hol követték el a nyugatiak a hibát, ugye itt tartottunk, ott, hogy nem érzékelték időben, hogy a kínaiak egy paradigmaváltás irányába, egy teljesen új elképzelés irányába viszik el az autópiacot, mert egyszerűen kell nekik egy olyan technológia, amiben ugyanonnan, tehát ugyanott várják a startpisztoly eldörülését, hogy így fogalmazzak. És ez ugye a villanytechnológia volt, amiben minden, ami 100 év előnyt jelentett a nyugati cégeknek, az anulálódik, az semmisé lesz téve. Ezzel foglalkozni kellett volna, de még egyszer, nehéz úgy foglalkozni valamivel, hogy közben van egy évtizedek távlatában végig gondolt és elképzelt terv a kínaiak részéről, ami arról szól, hogy a világ autógyártásában ők már pedig egy jelentős helyet szeretnének maguknak kiasítani, mert pontosan tudják, hogy enélkül nincs hosszú távú jólét egy országban. A gazdaság, egy komoly ipari nagyhatalom gazdasága, az bizony az autóiparral szorosan össze kell, hogy függjön, hogyha jólétet akarnak teremteni. És az, hogy a bányák megvásárlásától a teljes lényegében szinte zártnak mondható értékteremtési lánc kézben tartásáig függetlenedni tudnak előbb vagy utóbb a nyugati beszállítóktól is. Nyilván ez lesz itt a következő véres pontja az európai kiszorítós játéknak, hogy amikor már a Bosch vagy a Conti adott esetben, meg ehhez hasonló cégek nem feltétlenül kellenek a kínaiaknak ahhoz, hogy önállóan is tudjanak dolgokat csinálni, az még egy fájdalmas pont lesz. Szóval nehéz ezzel versenyezni, hogy van egy ilyen kijelölt út, megvan rá a pénz, megvan rá a politikai akarat, megvan rá a támogatás, megvannak rá megfelelő jogszabályok, és helyzetben vannak hozva a saját cégek. Nehéz azt mondani, hogy jó, akkor mi is kezdjünk el akkumulátorokkal foglalkozni, mert a nyugati cégeket nem támogatják nyilvánvalóan ilyen szinten a saját kormányaik. Nem mondták a németek azt a Vartának, aki ugye már 70 éve is gyártott taksikat, hogy na, akkor kezdjél bányát venni, stb. Felgyeszteni, stb. Vagy kolonizáld Afrikát, vagy egyebek. Igen. Ugye az európai autógyártóknak erre a problémára az egyesülés volt a válaszuk. Ugye volt a PSA koncern, a Citroën és a Peugeot, megvették az Opelt, aztán egyesültek a Fiat-tal, Stellantis-szel, és nagyon friss sajtó ír, hogy a francia kormány nyomására akár a Renault-val is egyesülhet ez a koncern. Tehát a végén itt középkategóriában marad a Stellantis meg a Volkswagen, és így fog kinézni az európai autóipar. Hogyha az európaiakra vagy kíváncsi, akkor igen, ebbe az irányba, tehát a koncentrálódás irányába megyünk mindenféleképpen. Itt az az alapvető gond, hogy ugye az egész verseny onnantól fogva torz, hogy azt mondjuk egy technológiáról, hogy a szén-dioxid semleges. Tehát hogyha egyfelől meghatározzuk, hogy szén-dioxidot kell csökkenteni, ugye megvannak erre nagyon régóta a tervek, meg az előirányzott szabályozási mechanizmusok. Azt mondjuk, hogy szén-dioxidot kell csökkenteni, és a másik oldalon azt mondjuk, hogy egy technológiát ismerünk el szén-dioxid semlegesnek, vagy nulla kibocsátásúnak, és ez a villany, és az eredőig nem megyünk el, akkor az egész történet, ez sántít, ez egy teljesen hamis képet, egy hamis ügyet fog kihozni a nap végén, úgy, hogy egy olyan technológia irányába kényszerítjük a teljes iparunkat, amit úgy tűnik, hogy a jelen tudásunk alapján nem lehet végtelenségig növekedési ráta és kizárólagosság szempontjából kizsigerelni, mert van egy plafon, a jelenlegi infrastruktúra és a jelenlegi fizetőképes kereslet kapcsán, ami fölé nagyon nehezen, vagy nagyon komoly állami pénzek további elköltésével lehet csak felhúzni a villanyarányt az új autók kapcsán. És ezek az új autók az értéklánc és az értékteremtés kapcsán 50-70%-ban az akkumulátor költségétől függenek.
Tehát akkor ezért nem megy az olcsó elektromos autógyártás Európába, mert nincs hozzá saját akutechnológia? Is. Meg nyersanyag. Még egyel nagyobb probléma. Tehát, hogy megnézel egy relatíve drága autót, de akár csak egy középkategóriás autót is, ami villany, akkor lehet, hogy így egyszerűbb számolni, vagy könnyebb elképzelni a nézők vagy a hallgatók számára, hogy ott a gyártási költségeknek mondjuk úgy nagyjából a fele, adott esetben nagyobb aránya, mint a fele az az akkumulátorral kapcsolatos. Ezt, hogyha megint végig gondoljuk lépésről lépésre, rákényszerítjük a saját gyártóinkat arra, hogy egy olyan technológiát favorizáljanak, illetve még drasztikusabban megfogalmazva, azt várjuk el, hogy csak és kizárólag olyan technológiával foglalkozzanak a jövőben, ugye 2035 erről szól, aminél az értékteremtési láncnak több mint fele az alapvetően olyan beszállítóknak a kezében van, akikhez Európának semmi köze nincsen. Mert Európának... Tehát akkor gazdagítani fogják a kínaiakat. Ez már történik. Emellett pedig az európai cégekre is lehet, hogy azt mondják a kínaiak, hogy mi elkezdjük ezeket felvásárolni, hogy még többet keressünk. Ugye a Volvo az már 100%-ba kínai, a Geely tulajdonos a Mercedesbe is, és akkor tényleg azt mondják a kínaiak, hát, hogy mi kerestünk egy csomó pénzt az aksin, akkor mi most egy bevásároljuk magunkat ezekbe a cégekbe is. Ha egyetlen erre szükség van, nem feltétlenül kell erre már pénzt költeniük. Itt egyetlen egy dolgot emelnék ki, aztán még erre kitérhetünk egy pillanatra, az pedig az, hogy hogyan tudna versenyezni egy európai cég kínai gyártókkal, amikor a kínai gyártók mondják meg, hogy ő mennyire kapja azt a kritikus nyersanyagot per alkatrészt, ami tulajdonképpen meghatározza az ő versenyképességét. Tehát annyira aszimmetrikus a helyzet, hogy ebből nehezen lehet jól kijönni. De vagy elengedi az EU ezt a szélsőséges, egyoldalú technológia favorizálást, vagy nem marad mit megmenteni az európai autógyártókból, mert ugye a klasszikus autógyártás azért alapvetően úgy néz ki, hogy az autó 70-80%-ban beszállítóktól származó alkatrészekből van összerakva, és az autó márka, vagy az autógyártó az abban ügyes, hogy meg ez az egész ökoszisztéma úgy működik, hogy a lehető legszélesebb skálán, a lehető legjobban szétterítve a költségeket, mindenki azzal foglalkozon, ami ez igazán ért, de egy ilyen zárt láncban és egy magas bekerülési korláttal ugye ez nem volt probléma, hiszen nem volt újonnan megjelenő konkurens, aki challenge-elte volna ezt a rendszert. Hogyha 20-30 ezer alkatrészből áll egy autó, aminek a 70-80%-a az alapvetően külsős forrásból jön, akkor nyilván könnyen érzékelhető az is, hogy ez ugye nagyon nagy kitettséget jelent, tehát nagyon nagy rizikófaktort jelent. Egészen addig, amíg nem volt Covid, meg nem voltak ilyen geopolitikai feszültségek, ebből a világ egyébként csodálatos módon semmit nem vett észre. Egészen elképesztő, hogy ilyen szintű komplexitással működő iparág ennyire gördülékenyen tudott működni évtizedeken keresztül. Nyilván most vannak akadások. És hogyha itt megint végig gondoljuk a következő lépésben, hogy ezzel szemben áll egy olyan teljesen új felfogás, ami a villanyautózásnak az előnyeit tudja kidombolítani abban az értelemben, hogy kevesebb kopó mozgó forgó alkatrész, kevesebb darabszám, egységesebb, tehát kevesebb darabszámú alkatrész, egységesebb gyárthatóság, és egy teljesen tükörképévé varázsolt dolog, amiben 70-80%-át a gyártó csinálja maga, ugye ez az, amit a kínaiak próbálnak létrehozni, hogy a bányától a kiszállítósig minden a sajátjuk, így van. Ugye a BYD-nek saját hajója van már. Az van másnak is. Másnak is. Ez nyilván egy nagyon... Presztízs. Meg ez egy jó ilyen média echo volt gyakorlatilag, hogy erről is lehetett csinálni egy hírt, hogy ők most megvették a saját autószállítójukat, ez alapvetően iparági standard ilyen szempont. Az inkább csak azt tudta vizualizálni átlagolvasó számára, hogy ennyire jönnek. Tehát, hogy ekkora a nyomás, hogy arra készülnek, hogy itt elárasszák Európát az autóikkal. De mindennek az eredője, amit így ki akartam ebből az egészből hozni, hogy ez olyan, mint hogyha te, nem tudom, kimennél a piacra, és azt mondanák neked, hogy te zöldséges vagy, nagyon jó, hogy te eddig árultál uborkát, meg répát, meg zellert, de az a helyzet, hogy holnaptól
csak krumplit árulhatsz. És te értesz az uborkához, meg az ellerhez, meg a nem tudom mi ez, a krumplihoz meg egyáltalán nem, de neked előírják, hogy te krumplival kell, hogy foglalkozzál. És van melletted egy másik zöldséges, akinek van egy saját krumpli földje. És téged belekényszerítenek abba a versenybe, hogy azzal versenyezzél, akitől egyébként te veszed a krumplit. Érezhető, hogy ebből baj lesz. Tehát érezhető, hogy nincsen meg a kényszerítési eszköz, nincsen meg a fair verseny alap arra, hogy egy ilyen aszimmetrikus helyzetben az európai gyártók bármilyen kényszerítő eszközzel, vagy gazdasági önvédelmi reflexzel, vagy mechanizmussal tudjanak valamit kezdeni azzal, hogy a kínaiak itt mit akarnak majd csinálni. És én szeretném elkerülni annak a látszatát is, hogy én itt a kínaiakat ostorozom ezzel, mert ez egy jó stratégia. Volt egy verseny, amiből ők jöttek ki jobban. Hát, vagy egy torzított verseny akkor itt Európában. Volt egy olyan érdekérvényesítési kérdéskör, amiben az európai döntéshozók, a politika és a gazdaság is, vagy elaludtak, vagy korruptak voltak. Másra nem tudok gondolni. Itt az Európai Egyesülésnek van egy olyan szomorú betülete konzervatív szemmel, hogy már minden márka egy ilyen címke lesz. Tehát hogy a Fiatot is gyártanak, Fiat 500, La Dolce Vita Lengyelországba, Alfát is fognak ott gyártani, és a Cupra is már Kínába is készül, meg. Tehát a nemzeti ilyen karakterisztikák ilyen szempontból azok azért eltűntek, és az, hogy össze-vissza gyártanak, ugye ezzel szerintem alapvetően nincsen baj, ennek ugye Magyarország is haszonélvezője tud lenni, hiszen mi meg örülünk, hogy itt van BMW, hogy lesz BMW, meg van Mercedes, meg van Audi, meg van Suzuki, tehát az, hogy gyártanak máshol is dolgokat, meg hogy a globalizáció az autóiparban ilyen jellegű dolgokat okozott, ezzel nekem alapvetően nincsen bajom. Azzal viszont van bajom, hogy ennek a hatása gazdasági értelemben ez a most drámai. Tehát a mi beszállítóink és a mi autóiparunk azért az alapvetően ugye egy olyan pénzszivattyú volt, jó értelembe véve a világ többi részéről, ami ide folyamatos kereskedelmi többletet generálva értéket és jólétet hozott. Ez mostanra megfordult, mert gyakorlatilag Európa most már kevesebb alkatrészt tud értékben értékesíteni a világ többi része felé, mint amennyit behoz, ugyanis az akkumulátor az annyira drága, hogy elborult ez az egyensúly. Ez várható volt, ezt néhány évvel ezelőtt már, ugye, akik ismerik ezt az iparágat, megírták, hogy ebből nagyon nagy gond lesz, mert innen áramolni fog kifelé, innentől fogva a pénz. És ez egy öngerjesztő mechanizmus, tehát egyszerűen, hogyha ha kirúgtad az egyik lábat, akkor meg vagy rogyva, és akkor az folytatódik, mint egy ilyen dominó, így eldöntesz magad után mindent, vagy magad körül mindent. Ugye van ez a 2035-ös célszám, vagy célév itt az Európai Unióba. Mi a helyzet Kínában és az Egyesült Államokban? Ott megfogalmazták már, hogy mikortól lehet csak elektromos autót eladni? Mindenhol nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a fosszilis alapú egyéni autózás korszaka az magunk mögé kerüljön. Ezzel sincs alapvetően semmi probléma, akkor, hogyha ez értelmesen van megfogalmazva. Az, hogy a villany, mint öncél van-e máshol ebben a mértékben? Nem, nincs. Vannak ilyen renegált helyek, mint Kalifornia, ahol nyilván ugye ebből volt is az előző politikai kurzus kapcsán az Egyesült Államokban egy komoly politikai egymásnak feszülés, hogy szabad-e, vagy lehet-e ilyen jellegű dolgokat önkényesen jobban szigorítani, mint ahogy azt szövetségi szinten szigorítani akarják. Ugye ott már a 90-es évek második felébe felmerült, és akkor elkezdtek oda fejleszteni külön modelleket, a BMW, és akkor az elektromosítás ugye abban maradt. Akkor volt egy ilyen. A nagy piacok mindig is máshogy működtek, tehát és most már egyre érdekes módon egyre inkább széttartanak. Tehát ami az Egyesült Államok környezetvédelmi, biztonsági előírásait illeti, azok az autók markánsan elkülönülnek attól, ami Európában van, és most már egyre kevésbé, vagy szinte lehetetlen is egyébként forgalomba helyezni olyan autót, amik használtat, amit onnan tengeren túlról hoztak el. De Kaliforniában vannak ilyen elképzelések, hogy csak villany következő évtized közepétől, meg Norvégia, ami nem EU tag, ott ugye még hamarabb akarnak ilyenekkel foglalkozni. Fosszilis energiából befolyó pénzekből. Nyilván, ez így az igazi, meg itt ugye a bezeg Norvégia kapcsán mindig érdemes
érdemes elmondani, hogy ha az összeállományt nézzük, akkor bizony az a helyzet, hogy a villanyautók még mindig viszonylag elhanyagolható szintet képviselnek. Az egy más kérdés, hogy nyilván az új autóadásokban ugye már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte a 100%-ot közelítjük. Ez tök jó és szuper, de ezeket ugye rettenetesen nagy adókedvezményekkel és még norvégiai költségvetési szinten is fájdalmasan drága kedvezményekkel lehetett elérni, és ezeket az autókat második autóként vásárolják. Egyébként Norvégiában nem nagyon van autópálya, 80 a maximális sebesség, és a nagyvárosok... Azt szeretik a villanyautók a 110 alatti sebességet. Pontosan ezt akarom megvilágítani, hogy amikor azt hallják ezzel felületesen foglalkozó hallgatók, nézők, hogy Norvégiában már megtörtént az átállás, menjenek el, nézzék meg a saját szemükkel, mindenhol, hogy mondjam, van egy benzinmotoros autó is a villany mellé, ami tök jó, hogy megvettek, mert annyira olcsó. Tartják a régi belső égési motoros autóikat is. Összességében nem igazán csökkent az olaj mennyiség, amit benzinre és dízelre fordítanak, tehát nem csökkent jelentősen az ország olajfogyasztása a villanyautók elméleti elterjedésével. Tehát ezek ilyen nagyon, hogy mondjam, nehezen adaptálható példák a világ többi részére. Egy nagyon gazdag ország, nagyon különleges domborzati adottságokkal, nagyon eltérő forgalomszabályozással és nagyon nagy jóléttel ott meg lehet ilyen dolgokat csinálni, de ez nem vonatkoztatható, még egyszer mondom, a világ többi részére. És ugye a kérdésedre válaszoljak, és ez a vesszőparipám újra és újra, nincs ilyen, hogy betiltunk működő technológiákat máshol. Senki sem ennyire bornért, hogy ezt erőltesse. Ugye erre az szokott lenni az érv még, hogy akkor fogunk tudni gyorsan versenyezni Kínával, hogyha mi mindent betiltunk és minden erőnket a villanyosításra fordítjuk. Szerintem ez egy teljesen téves gondolkodás. Kínában sincs arról szó, hogy kizárólagosan villany lesz rövid időn belül. Arról van szó, hogy az akkumulátor technológia a domináns hajtási forma lesz, így vagy úgy, de egy plug-in hibrid autót én nem villanyautóként definiálnék, hanem alapvetően belső égési motoros autóként. A villannyal ténylegesen nagyon nagy sikereket érnek el, tehát ez teljesen egyértelmű, de itt is ugye ismerni kell a helyi sajátosságokat. Kína területe ilyen szempontból messze nem homogén, ahogy az infrastruktúrája sem homogén. A nagyvárosokban értelemszerűen a lokális emissziómentes technológiákat részesítik előnyben, olykor ugye előfordul, hogy nem is engednek már mást forgalomba helyezni, miközben más helyeken meg vígan az eddigi technológiával foglalkoznak. New Energy Vehicle nevű kategória az, amit ugye egy bizonyos előre meghatározott ütemű fejlődés alapján kikényszerítenek, egyébként szerintem helyes módon az autógyártóktól, de hogy azon belül ez pontosan mi, az rugalmasan van kezelve, jelenleg egyértelműen a villanyhajtás az, ami a New Energy Vehicle kategóriáját meghatározza, mert erre ment el a fejlesztés értelemszerűen. De szó nincs arról, hogy ők nem foglalkoznak belső égésűeknek a további fejlesztésével, szó nincs arról, hogy ők minden más technológiát feladtak volna, szó nincs arról, hogy ők azt gondolják, hogy itt 2035-re mondjuk csak villanyautót fognak forgalomba helyezni Kínában. Nincs ilyesmiről szó. Már csak azért sem, mert Kína minden feltörekvő piacon belső égési motoros autók eladásával fogja dominálni a helyi viszonyokat. Hogyha Afrikára nézünk, hogyha az ASEAN térségre nézünk, hogyha Dél-Amerikára nézünk, nem a villanyautó az, ami meg fogja határozni az autózást a következő 30-40 évben, hanem a relatív elérhető belső égési motoros autók. Ugye az Egyesült Államok markánsan más utat választott, mint Európa. Ott ilyen védővámokat vezettek be, ugye ott Mexikóval van egy ilyen szabadkereskedelmi zóna, tehát kínaiak is oda települnek be, és onnan fogják az Egyesült Államokba vinni az autókat, illetve most vágtak a támogatásokon, hogy csak az autó kaphatja meg, aminek az akkumulátorát ott helybe gyártják, és például a Ford Mustang Mach-E az kiesett, mert annak is Spanyolországba készülnek a cellái. Tehát ez egy más út, és ezzel egyébként be is tesznek az olyan fontos szövetségeseidnek, mint Japán, Dél-Korea meg Németország, hisz ők onnan vinnék az autóikat, vagy exportálnak az Egyesült Államokba, de ezt nem tudják megtenni, mert ott nem lesznek versenyképesek, mert nem kaphat állami támogatást. Így van, hát ez egy ilyen cukor és korbács kategória. Leginkább egyébként a koreaiak voltak felháborodva ezen az ügyön, hiszen ők egyébként
kifejezetten jó villanyos technológiával rendelkeznek, és ezzel gyakorlatilag ki is írták magukat a piacról, vagy kiírták volna magukat akkor a piacról, hogyha nem döntöttek volna menet közben úgy, hogy létrehoznak gyárakat az Egyesült Államok területén villanyhajtású autók kapcsán, amivel azért tulajdonképpen pont el is érték az amerikai döntéshozók az eredeti célt, hogy a lehető legtöbb minden maradjon az Egyesült Államok területén belül gyártási oldalon is. De itt ugye hozzá kell tenni azt, hogy az amerikaiak talán erős lenne azt mondani, hogy kezdenek kiszeretni a villanyautózás kizárólagosságának az ötletéből, de olyan nagyon nem is állok távol a valóságtól. Hát ugye több gyártó bejelentette, hogy elhalasztják a fejlesztéseiket, mert a Fordnak se úgy fogy az F-150-es, mint ahogy azt eltervezték. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a villanyon piacvezető Teslán kívül az egyéb autógyártóknak a termékei ebben a hajtási formában a vásárlók számára, illetve azon vásárlók számára, akik a villanyautók iránt érdeklődnek, kevéssé attraktív. És lehet azt is hozzátenni, hogy nyilván ahogy látják az emberek, hogy egyre kevésbé engednek törvényi oldalon is olyan autókat, amelyekre egyébként lenne továbbra is igény piaci alapon, úgy vásárolnak be ezekből az autókból addig, ameddig még lehet. A villanyos előretörésnek ezek a kétszemjegyű növekedési rátai, ezeket a következő évekre szerintem elfelejthetjük. Hiszen a városi felső középosztály már megvette, aki kihasználta a támogatást, már megvette, akik a mindig ráugranak az új technológiára, azok már megvették. Így van, és akkor most jönnek ugye ennek az egész technológiának a mindenki számára látható hátrányai, amik egy időre meg fogják rekeszteni ezeket a növekedési álmokat, amiről itt mindenki gondolkodott az autóiparban, vagy amit legalábbis hivatalosan kommunikáltak. Egyfelől ugye itt vannak a maradványérték problematikák, iszonyatos pénzpusztítás zajlik az árháború beindulása óta a villanyautópiacon. Ugye eleve néhány évvel ezelőtt ezek, meg hát most is csak néhány évvel ezelőtt még hangsúlyosabban kifejezetten drága beszerzésű autók voltak. Ezeknek az autóknak az értéke senki által soha nem látott mértékben, szinte ezt lehet mondani, devalválódott nagyon rövid idő alatt. És ez nyilván a kedvét szegte azoknak, akik most adott esetben a következő generációs villanyautójukra szeretnének cserélni. Inkább benne ülnek abban, amiben eddig is ültek, hiszen alapvetően ha elégedettek vele, és működőképes a saját éles stílusuk számára az a technológia, akkor nem annyira van nagy, hogy mondjam, vágy, vagy érv amellett, hogy egyen újabbat vásároljanak maguknak, hiszen fejlődött ez a technológia az elmúlt 10 évben is rengeteget, de azért a sarokpontok olyan lényegesen nem fejlődtek, tehát sokkal hatékonyabb motorokat nem látunk, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, sokkal nagyobb hatótávokat nem látunk, mert az akkumulátorok mérete azért ez valahol értelemszerűen korlátossá teszi a dolgot. Elmentünk sajnos abba az irányba, hogy hatótáv verseny alakult ki, amit én kifejezetten rossz dolognak tartok, mert ugye determinálja azt, hogy egyre nagyobb és egyre nehezebb autókat látunk, hiszen egyre nagyobb akkumulátorokat kell beletenni ezekbe az autókba, ami egyre inkább. Lásd, Tesla Cybertruck nevű szörny. Igen, hát az egy külön beszélgetést megérne, hogy ezt hogyan lehet keretezni, és miért nem teszi föl senki a kérdést, hogy ennek mi köze van a fenntarthatósághoz, de ebbe szerintem inkább bele se menjünk. A cél szerintem Európában is, hogyha értelmesen fogalmaznak meg a dolgokat, az kellene, hogy legyen, hogy ne a villanyautók száma növekedjen, kellemes, ha növekszik adott esetben, bizonyos mértékig, hanem a megtett kilométerek villany alapon. Ez kellene, hogy növekedjen, hogyha valódi környezetvédelmi hatást szeretnénk elérni adott esetben a városi környezetben is. Ehhez pedig ugye az kéne, hogy több autóba lehessen elérni ezt a technológiát, adott esetben kisebb akkumulátor mérettel, mert akkor mondjuk egy 100 kWh-s hatalmasnak számító akkumulátoros autó egy darab autó helyett, amit egyébként sem feltétlen utazásra fognak nagy részt használni. Ezt az akkumulátor kapacitást, ezt 5-6 autóra leosztva
sokkal könnyebben és költséghatékonyabban meg lehet azt oldani, hogy adott esetben az emberek lokális emissziómentesen tegyék meg a hétköznapi ingázásuknak a nagyobbik részét. Ezt én egy kívánatosabb és okosabb technológiának gondolnám. A Tesla korábban elzárkózott egy Model 3-nál is olcsóbb modell kifejlesztésétől, most viszont bejelentették, hogy lesz majd egy olcsóbb Tesla. Ez köszönhető a kínai konkurenciának, hogy nekik is meg kellett lépniük, hogy legyen 10 millió forint alatt, és a forintba számolunk egy autójuk? Hogy a Tesla mit jelent be, és abból mikorra mi lesz, az ebbe is inkább nem menjünk bele, mert szerintem rengeteg példát lehetne arra mondani, hogy a... Vagy bármiféle más Elon Musk projektre. Az overpromise és underdeliver, azért ezt, ennek van egy hosszú hagyománya ennél a cégnél. Az a helyzet, hogy minél kisebb és minél olcsóbb autót nézünk, annál inkább lesz akkumulátor nehéz a matek, hogy így fogalmazzak. Tehát annál nehezebb kihozni azt, hogy ezen pénzt is lehessen keresni, és valamennyire egy működőképes, attraktív autónak tűnő autó legyen. Nem nagyon látszik az áttörés ebben a dologban. Az viszont tény, hogy az akkumulátor árak is csökkenni fognak, legalábbis most középtávon biztosan, mert jelenleg egy túlkapacitás alakult ki a világban. Tehát mivel nem mennek olyan mértékben a villanyautók, mint ahogyan ezt mindenki szerette volna látni. Ellenben a kapacitások ki vannak épülve akkumulátorgyártásra. Itt lesz egy feszültség a piacon. Ez már lítiumárakban egyébként az elmúlt időszakban látható volt. Tehát akkor lehet, hogy a debreceni akugyár sem lesz akkor, amint tervezték, hanem csak egy kevesebb üteme valósul meg? De biztos, hogy legalább akkor lesz, mint tervezték, mert hogy itt megvan a megfelelő végfelhasználó, hogy így a BMW. Így van, tehát az lesz ott a hangsúlyos része mellett. Úgyhogy, de hogy mondjuk a további projektek mennyire fognak megtérülni, akár az Egyesült Államok piacán, akár Európának a nyugati felén, ahol ugye szintén rengeteg adó pénzt toltak ezekbe a vállalkozásokba, akár egyébként Kínában, az egy nagyon jó kérdés. Ugye Kínában ezt a márka sokaságot, ezt ugyanúgy konszolidálni fogja a piac, ugyanúgy lesz egy csődhullám, mint 100 évvel ezelőtt a nyugati, vagy a tehát nyugat-európai vagy az amerikai piacon. Tehát a pionír időben ott is rengeteg mindenki igen. próbálkozott ezzel. Amik ma már csak ilyen felszereltségi szinteket jelölnek egyes márkáknál. Így van. És ugyanezt fogjuk látni a kínaiaknál is, ami egy teljesen természetes folyamat, meg fog maradni az a 4-8 nemzetközi szinten sikerre képes vállalat, akik annyira hatékonyak, és annyira jó a termékpalettájuk, és annyira jó a gyártásuk, és annyira működik a nemzetközi kapcsolatrendszerük, hogy fel tudják venni a versenyt, vagy adott esetben diktálni tudják a tempót bizonyos technológiák kapcsán. Az látszik, hogy az Egyesült Államokban, és itt Európában is, akiknek nem jó a villanyautó, most hibridet vesznek. Ugye a Toyotánál is rekordprofit volt, és a legtöbb japán autógyártó azt mondta, hogy ha mi nem is tudunk itt most versenyképes villanyautót gyártani, hibridben mi leszünk a legjobbak. Ez is akkor egy hiba volt az európai autógyártóktól, hogy azt mondták, hogy egyáltalán ne legyen belső égés a jövőbe, és a hibrid technológiát nem is fejlesztették? Az európai autógyártók kénytelenek arra figyelni, nyilván, amit a döntéshozók politikai oldalon elvárnak tőlük. Hát, hogyha az van, hogy húzunk egy vonalat, ami egyenesen tart lefelé, és azt mondjuk, hogy nulla emisszió és nulla CO2 kibocsátás, és az egyetlen, amivel ezt meg lehet tenni, az a villany, akkor széllel szemben nem lehet folyamatosan pisilni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy már pedig mi akkor is elkezdünk olyan dolgokat fejleszteni, amit a jelen tudásunk alapján az európai döntéshozók nem tesznek lehetővé rövidőn belül forgalomba helyezési szempontból. Ezért tartom ekkora problémának, és ekkora gazdaságot pusztító, és alternatívákat, és innovációt fékező teljes hazaárulásnak ezt a 2035-ös belső égésű tiltást. Mert egyszerűen minden létező energiánkat az autóiparban egy olyan megoldásra kell elpazarolnunk, ami látható módon önmagában életképtelen 2035-ben is. Nem azt mondom, hogy örökre az lesz. Én nem merek ilyen dolgokat kijelenteni, nem tudjuk, hogy mi lesz a vége ennek a dolognak,
de hajlok arra, hogy, egyetértsek Akio Toyodával, a piac 30-40%-a az, amit organikusan ki tudna szolgálni a jelenlegi tudásunk alapján, a jelenlegi infrastruktúrával, a jelenlegi nyersanyag elérhetőséggel a tisztán elektromos autózás. Az európai gyártók, pláne a német gyártók, és pláne a Volkswagen Herbert dísz alatt, az előző vezetőről beszélünk, aki a dízelbotrány után ugye egy ingatullendülést túlkompenzáltak egy kicsit. A németek ugye jellemzően szeretik ezt csinálni, és azt mondták, hogy csak a villany. Meg csak érintő kijelző, amiről már szintén letettek azóta. Így van. Hát mert ugye a felhasználóknak más élményeik vannak arról, hogy mi az, ami praktikus, és mi az, ami nem. De hogy mondjam, azt a stratégiát lehetett megfigyelni, hogy óckodtak ugye a dolgok ellen egy ideig, utána érezték, hogy a politikai nyomás nagyon egyértelműen abban az irányban megy, hogy csak villany, nem lehetett lobbizni, és nem lehetett az észérvek mentén meggyőzni az európai politikusokat, hogy miért nem, az megint egy hosszú beszélgetés témája lehetne. De akkor úgy voltak, hogy jó, hát akkor mindent ráteszünk erre a lapra, csinálunk villanyautót, de akkor, kedves politikusok, lehetőség szerint Európában lehetetlenítsétek el minden egyéb alternatívát, mert két lövésünk nincsen anyagilag. Most meg ugye ez fontos érteni, most meg az van, hogy eljött az igazság pillanata. Tehát, hogy ez nem működik, ez a stratégia, mert a vásárlók nem jönnek abban a mértékben. Az adóbevételek, meg a kedvezmények kérdése iszonyatos teher, tehát az adóbevételek elmaradása és a kedvezményeknek az adása villanyautó kapcsán az teher. Korábban mindig azt hallottuk, hogy ne szólj bele a piacba, erre a politika elkezdett beleszólni, és tényleg baj lett belőle. Nagyon nagy baj lett belőle, mert ugye a következő bomba az most ketyeg, illetve már lassan robbanás szélén áll, ez a maradvány érték problémának a kérdése. Ugye itt ezeket a csodálatosan szép eredményeket úgy lehetett elérni, hogy mesterségesen alacsonyan tartott leasingdíjakkal és felhúzott maradványértékekkel számoltak a legtöbb gyártónál a villanyautózás kapcsán. Magyarul átvállalták a piaci rizikóját ennek, mert hogy épeszű ember ezt nem akarta bevállalni. Akkor van egy időzített, ez egy nagyon nagy időzített bomba lett akkor mára. Ez legalább akkora terhet fog róni a cégekre maradványértékek elmaradása szempontjában, mint amikor 2008-ban összeomlottak a használt autó és az új autóárak, és emiatt is a hónuk alá kellett nyúlni autógyártóknak, mert egyszerűen, ha a te, hogy mondjam, nyilvántartásodban valamiért tized, és az szerint vagy értékelve, az szerint van a credit score-od, az szerint működik a tőzsdei értékeltséged is, és aztán kiderül, hogy ez a 10 az igazából csak 6, és azt is csak viszonylag nehezen tudja kihozni belőle az ember, akkor ott hiányzik nagyon sok pénz. És jelenleg ebbe az irányba tartunk azért is, mert ugye van egy nagyon kemény árháború. Tehát nézzünk egy ilyen gyakorlati példát. Valaki vásárolt magának a felfújódó új autóárak legrosszabb pillanatában egy 25 milliós villanyautót, majd reménykedett abban a leasing szolgáltató is, meg a vásárló is, hogy mondjuk egy 3 év távlatában ez még mindig fog érni 17-et, és nagyjából számokat mondok, és kiderült, hogy hát azóta az, ami 25, az igazából újonnan már csak 17, tehát miért érne a 3 éves 17-et? Legjobb esetben ér 12-t, de inkább csak 10-et. Plusz még ugye továbbra is belenyúlunk masszívan a piacba azzal, hogy adunk új autókedvezményeket állami szinten egész Európában, de nem egységesen, ellenben nagyon sok pénzzel, tehát az még inkább torzítja a dolgokat. Akkor az történik, hogy ezek teljesen elinflált, felfújt, lehetetlen Excel tábla adatok nem fog menni megközelítőleg sem ezeknek az autóknak a piacra dobása, és szabad esésben vannak a drága, nagy villanyautók használtan. Nem kellenek alapvetően az európai vásárlónak ezek az autók, és ez hatalmas gondokat fog. Még te is mondod, hogy volt olyan vevő, aki visszavitte, hiszen nem tudta autópályán úgy használni, mint a régi autóját, hogy megy 160-170, de már csak 200 km/h volt a hatótáv egy ilyen nagy SUV-nál. Igen, ez egy edukációs kérdés is, tehát azért az, amikor az alapvető dolgot nem teszi meg egy új autókereskedő, hogy elmondja, hogy ez a technológia mire jó és mire nem jó,
az szerintem magának csinál gondot. Nyilván az, hogy 160-160-nal mennek az emberek, ez ugye Németországban működik, Magyarországon kevésbé, de azért nem életszerűtlen, vagy fogalmazunk úgy, hogy azért mindenki látott már 150-nel közlekedő igen. autót az autópályán. Ugye drasztikusan más hatótávokat érnek el ezek az autók különböző nehezítő faktorok mentén, hidegben, nagyobb sebességnél, stb. Igen, nem lehet őket kompromisszummentes utazó autóként használni. Ráadásul ugye az elterjedéssel az arányok folyamatosan borulnak el infrastruktúra kapcsán. Tehát nem tud az infrastruktúra fejlődés lépést tartani a darabszám fejlődéssel, és ez feszültségekhez vezet. Az, aki nem tud otthon tölteni... Na ez lett volna az állam feladata a mesterséges dotáció helyett, hogy kiépítse az infrastruktúrát, és akkor... Adjon egy alternatívát. Akkor a piaci körülményeknek megfelelően mindig építették volna tovább az infrastruktúrát. Így van, és akkor lehetett volna organikusan, ismét csak azt mondom, organikusan elérni egy normális fejlődési pályán egy új technológiát. Szerintem egy autók iránt érdeklődő meg a gazdaság iránt érdeklődő ember számára az, hogy van egy alternatíva, egy újabb alternatíva, az egy alapvetően teljesen örömteli dolog. Tehát nem hiszen városban tökéletesen működik. Senki nem a villanyautó ellen van. Én az ellen vagyok évek óta minden létező fórumon, hogy azért, mert beleszeretünk egy megoldásba, minden józan számítást, minden gazdasági érdeket szélnek eresszünk, és európai iparát leépítsük, és fegyverletétellel átadjuk egy olyan feltörekvő ázsiai hatalomnak, aki minket ezen a pályán természetesen le fog előzni. És nem csak minket, hanem nagyon sok más ország, kontinens vagy országot is. Így van. Ez egy ilyen szempontból nyilvánvalóan problematikus ügy. Ahogy egyébként problematikus ügy az is, hogy szén-dioxid kvóta kereskedelemmel Európából megint csak megy el a pénz más gyártók irányába. Ugye a szegény Fiat, amíg önálló volt, akkor ugye a Teslának szintén ilyen milliárd dolláros összeget utalta. A Fiat is, meg más is. És ebben az unió kényszerítette bele. Pontosan, a Tesla mai napig ugye 1,7-1,8 milliárd dollárnyi pénzt kaszál ezzel éves szinten, ami döbbenetes. Tehát senki és semmi nem tudja nekem megmagyarázni, hogy ez Európa érdeke legyen, hogy egy bármilyen szinten. Hát ez máshol elképzelhetetlen, hogy a döntéshozók a saját iparukat erre kényszerítik. Pontosan. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sok témát érintettünk, még mindig nagyon sok maradt, de most ugye megnyílt januárban az első hidrogénkút, ez is egy érdekes téma lesz, de majd legközelebb, mert elfogyott a műsoridőnk. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál, a nézőinek pedig köszönjük a figyelmet, és ha tetszett az adás, akkor kérem iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszont hallásra és viszontlátásra.